Orbán és Hernádi is szóba került a lehallgatott beszélgetésekben. Kehi vizsgálat, civil válasz. Hol tart most az ügy? Vendégeink Dévényi István, a válasz.hu felelős szerkesztője, és Oroszi Babett, az Átlátszó munkatársa. Jó napot kívánok, ez itt a Hírvita. Váratlan fordulatot vett a lengyel lehallgatási ügy, ahol egyelőre azt vártuk, hogy az egész lengyel kormány belebukik. Ehhez képest ma kiszivárgott, hogy a pénzügyminiszterrel és helyettesével, a Lengyel Olajtársaságnak a vezetője arról beszélgetett, hogy Orbán Viktor mennyire örül ennek a paksi szerződésnek, és hogy egyébként Hernádi Magyarországon hogyan szervezte meg, hogy kivegyék őt a MOL-INA ügyből. Hát igen, érdekes egy pillanat, amikor a külpolitikából szivárognak a belpolitikába be az ügyek. Van-e abban valami, hogyha mondjuk egy lehallgatási ügyből megtudjuk, hogy kicsit trágár nyelven, de arról beszélgetnek, hogy mondjuk Orbán Viktor örül annak, hogy lesz majd Paks 2, van-e annak valami, hát még fontossága, hogy azt megtudjuk, hogy Hernádi MOL vezér hogyan szervezi meg a saját védelmét Magyarországon, vagy tulajdonképpen ez csak egy kis bulváresemény? Hát szerintem azért, az, hogy Orbán Viktor mit csinált Putyinnal, az csak egy vélemény, viszont a Hernád is száll a történetnek, az nagyon érdekes szerintem. Így lehet látni azért, hogy eddig is lehetett sejteni, hogy mire megy ki az eljárás, és persze ez sem bizonyít semmit, amit ugye egymás között beszélnek a lengyel politikusok vagy vezetők, de így azért elég érdekes megvilágításba került ez az egész eljárás szerintem. De valami hasonlót azért sejtettünk itthon is, meg tudtuk, hogy ez miről is szól ez a történet, mármint a Hernádi féle történet, szerintem azért olyan sok újságírók nem ért meglepetésként most, ami kiszivárgott, mert hogy volt egy ilyen pletyka, már egyébként is tartotta magát, meg hát össze is álltak kicsit a fogaskerekek. De ami meglepő az, hogy a lengyel vezető politikusok és a Olajtársaságnak a vezetője úgy beszél az egész, hogy képzeljétek el, hogy mi történik Magyarországon. Igen. Képzeljétek el, hogy olyan van, ami nálunk, olyan történik, ami nálunk elképzelhetetlen. Igen, ez tök jó, hogyha azt akarod mondani, hogy ők ettől most valamilyen magasabb szintű erkölcsi akárhol tartózkodnak, csak pont közben egy lehallgatási botrány közepén vagyunk. Tehát, hogy ez megint egy olyan történet, ahol nagyon nehéz azt mondani, hogy ők a jó fiúk, és hogy ők mutatnak Magyarországra, miközben egy lehallgatási botrány szerepel. Hogy most ők jó, a jó fiúk, a Zoli próbálta ebbe az irányba vinni szerintem, és nem jobbak ők se, meg nem is rosszabbak, hanem politikusok. Ezért azt gondolom, hogy nem érdemes itt semmiféle szintre senkit helyezni. Politikában vannak időnként furcsa, meg csúnya dolgok, és itt most egy ilyen furcsa, meg csúnya dolog történik. Maga az, ahogy kiderül ez az egész, és az is, hogy egy lehallgatási botrányról van szó. Tehát azért, ha bele gondoltok, hogy persze nyilvánosságra kell hozni, sajtónak az a dolga, hogy közölje, tehát nincs ez, hogy kiderül, azzal már nincs gond. Ha bele gondoltok, hogy hol van ennek a vége? Most azért volt egy jó pár ilyen lehallgatási ügy a világban, Hol? Tehát melyik az a szintje a dolognak, amikor... De akkor az összödi már... beszéd is ilyen? Tehát az is körülbelül lesz. Politikusok hagyjuk. Hát igen, csak legutolsó információink szerint ugye maga Gyurcsány Ferenc volt a saját maga lehallgatója és kiszivárgtatója, de nem akarom ebbe az irányba elvinni, mert ez nagyon-nagyon off-topic lenne. Tehát valóban érdekes, amiről beszélnek. Nekem azért tehát mindenki ugye most a Orbán-Putyin viszonyt tette címbe is, és arról beszélnek, mert az egy jól eladható cím is, az egy figyelemfelkeltő, finoman fogalmazva címet lehet belőle kreálni. De hát igazából miért lennénk meglepődve a lengyeleken? Ez a hagyományosan jó orosz-lengyel viszony közepette, amikor azt látják, hogy Magyarországon egy újfajta külpolitika kezdődik, amit ugye úgy neveztek el, hogy globális nyitás, amikor azt mondják, hogy nem csak nyugatra, hanem keletre is egyenrangú partnert kell nézni, ez teljesen természetes, hogy az a lengyeleknél kívül. Most azért ezt nem hagynám annyiban, Babetthoz fordulok, hogy és nem a saját álláspontomat, hanem éppen ezt most olvasom, ami a mai hírekben jelent meg, hogy volt egy vacsora, ahol Hernádi MOL vezér odafordult a kollégájához, aki mellette ült, és mondja, hogy mondd meg Jaceknek, ki fog engem vádolni ebben a perben a Magyarországon, és Ábel az ökörben
közvetlen munkatársa odafordul a lengyel vezetőz, és azt mondja, hogy a feleségem, és nevetnek együtt. Tehát ezt mondja, és utána beszélnek arról a lengyelek, hogy el tudjátok-e ezt képzelni Lengyelországban. Hát ez egészen elképesztő, amit olvashatunk itt. Főleg, hogy tényleg ez történt azon kívül. Tehát egyetlen hibás dolog volt ugye ebben a történetben, hogy azt mondták, hogy ő lesz az ügyész, de közben a felesége, de pótmagánvádló volt. De az, hogy már azt is megmondja, hogy mikor lesz ítélet, milyen lesz ez az ítélet, ez egészen elképesztő. Hát azt nem mondta meg. Tehát azt mondta, hogy ha van egy ilyen eljárás, amit a lengyel politikus azt mondta a másik politikusnak lehallgatás közben, hogyha... Nem tudták, hogy lehallgatják őket, ugye? Igen, hogyha lesz egy ilyen eljárás, akkor Hernádi azt mondta, hogy tulajdonképpen ő kikerülhet ugye abból a blokkádból, hogy őt Magyarországhoz köti a Horvátországnak a pere, vagy a horvátországi inaper. Egyébként De miért szerinted az rendben van, hogy így röhögve meséli gyakorlatilag, hogy hát majd a felesége, majd az Ábelka felesége. Azt gondolom, hogy ha ez így történt, és ezen a vacsorán így történt, az nagyon-nagyon rossz, tehát az nagyon gáz tényleg. És főleg azért, nem csak azért, mert hogy még akkor is, hogyha, tehát egy kicsit menjünk vissza, én azt gondolom, hogy maga az ina mol per, az is egy vicc. Ahhoz képest ugye, az, hogy Hernádinak egy ilyen olyan perben, ami egyébként valószínűleg nem bűnös, mert mi nagyon sokat foglalkoztunk a heti Válaszban. Nem bűnös, akkor miért kell trükközni itthon Magyarországon? Nem, mert nem tud más csinálni. Tehát egy olyan koncepciós per zajlott ellene Horvátországban, aminek az eredménye miatt ő Magyarországon röghöz van kötve per pillanat. Ahhoz, hogy ő ebből a blokkádból kiszabaduljon, nyilván azért, ha így történt, akkor azért találták ki ezt a trükköt. Ami, hát ez ami nem szerű, szép, találtak de, valamit, ami szép, nem javítja az ügyet. Ez az ügyel, hogy a volt horvát miniszterelnök Sanader a börtönben emiatt többek között, tehát hogy vád alatt volt ebben az ügyben is, meg más ügyben is. Azért azt mondani erre, hogy vicc, ha valakit betesznek 10 évre, csak éppen nem találják. Nem az a vicc, hogy őt betett. Hát, szomorú vicc egyébként, tehát az, hogy őt börtönbe tették. A többi ügyét, megmondom őszintén, nem ismerem, mert annyira nem foglalkoztam. Volt még egy-kettő, de igen, ez igen, is tudom, a része tudom. Volt. De a MOL is része volt. Na most a MOL, az ügy az akkor pattant ki, amikor a MOL megpróbálta a gatyába rázni ezt a szerencsétlen horvát céget, és ugye ott van két olajfinomító, ami politikai ügyé vált, mert rengeteg embernek ad munkát, meg egyébként is szimbólum, meg egyébként is ugye, hogy most ebben a történetben mi vagyunk a csúnya multicég, mint a MOL a csúnya multicég, aki beleugat a dolgainkban, mondták a horvátok, és ezért kreálták ezt az ügyet, én azt gondolom, és azok a cikkek, amiket az én oknyomozó kollégáim írtak, azok mind azt mutatják, hogy ez tényleg egy koncepciós eljárás volt, és több ponton is megdőlt volna, annyira ingataglábokon áll ugye két vád, vagy két tanúja vannak a történetnek, pontosabban egy tanúja van, aki egy vádalkú keretében végül is azt mondta, hogy ja, tényleg ez így történt, és utána szabadon engedték, meg van egy felvétel, ahol nincs hang. De most a horvátipari csatlakozásra ez alapján a magyar kormány volt a legnagyobb barátja, a legnagyobb támogatója, hogyha ha ezt ide veszem, akkor azt is mondhat, hogy politikusok, hát így viselkednek egy politikus mondjuk ilyen szempontból, el tud járni a diplomáciai eszközeivel, hogy mondjuk ne támadják a MOL-t meg, és hogy ott maradhasson a magyar tulajdon, de ehhez képest nem ez történik. De akkor itt egy politikai baki volt, hogy annyira, hogy túl támogatta a magyar miniszterelnök a horvát EU csatlakozást, miközben vagyont veszt Magyarország? Tehát horvát belpolitikailag vár túl fontos az ina ügy. Tehát sokkal, úgy érezte a horvát kormány, sokkal többet veszít belföldön, azzal, hogyha ők nem állnak ki, vagy nem csinálnak valamit, mint hogyha a magyarokkal barátkoznak továbbra is a uniós csatlakozás érdekében. Nézzük akkor a másik ügyet, vagy a harmadik, a negyediket, nem tudom, lehet sorszámozni, de lépjünk egy picit Paks irányába, még tényleg is ritka az olyan beszélgetés, hogy az ember leül és 3000 milliárd hitel nélkül, aztán feláll ebből a székből, és lehet, hogy már megszorozta a parlament, hogy ott van 3000 milliárdos hitel, és úgy állunk fel innen mind a hárman adósként, hogy én úgy élveszem észre, mintha kifulladt volna az ellenzéki tiltakozás ez ügyben. Tehát az, hogy mondjuk az LMP azt mondja, hogy na, ha megszavazzák, akkor az államfőhöz fordulunk, hát ez mennyire nem, erős? Nem sok esély van szerintem arra, hogy Áder János nem írja alá ezt a törvényt. Meg hát az LMP most mutogatott megint táblákat, nincs túl nagy ellenállás, de nem csak az ellenzék részéről, hanem a társadalom részéről sem. Tehát volt egy nagyobb tüntetés. Ez ellen egyáltalán nem volt semmi. De mi az oka? Mi az oka? Mert jó? Mert nem hiszem, hogy azért. Nem volt tudom. Olyan kutatás, amely szerint nagyon nem fogadják el, tehát igen. A kutatás szerint a többség ellenzi, és még sincsen semmiféle mozgalom az egész elemi
magyarok nem szeretünk kimenni az utcára képviselni az álláspontunkat, ilyenek vagyunk, vagy ennek valami más oka van? Fogalmam sincs. Ez nem gondolnám, hát ugye pont a Fidesz volt régen mindig azzal vádolva, hogy utcára viszi a politikát, és akkor elég nagy tömegeket tudott mozgatni, meg szerintem most sincs ezzel gond. Azért vannak komolyabb megmozdulások. Hol? Is. Hát ugye, hogy Paks miatt? Nem csak úgy általában, hol vannak komolyabb megmozdulások. Hát Budapest. Békemenet mondjuk. Ja, természetesen az ja, is van, de egyébként az de ellenzék nem is összehoz. Nem, azért az ellenzék is szerintem most meg egész jó. Mikor volt utoljára összehoz. Ilyen nagy megmozdulás hát a nagy összefogások keretében, amikor az összes ellenzéki párt utcára vitte a híveit, akkor azért megmutatta, hogy ott is van valamiféle... Bajnai Gordon visszatérése 2012. október 23-án, az volt a szerintem a legutóbbi, amikor ellenzéki oldalról sokan mentek el. Hát, és a millatüntetés volt az utolsó nagy, nem? Az dátumot is kérek mellé, a millában is volt. Nem tudom. 2010 volt. Tehát, hogy talán nem is a tömeg számít, hanem az, hogy milyen média nyilvánosságot kap. Szerintem ezt megkapják ezek az események, ezekkel nincs gond. Mindenki ki tudja fejteni a véleményét az utcán. És most például, amikor az RTL klub tiltakozik, nem? Akkor megkapja a nyilvánosságot, vagy korábban is megkapták? Mármint a... Ja, bárki megkapta. Hát tele volt az internet ezekkel a tudósításokkal. Videó, fotó, hír, riport, minden. Tehát én ebben nem látok gondot, de most szerintem baromira elkanyarodtunk attól, amiről elkezdtünk beszélni. Igen. Menjünk. Hát mehetünk vissza. Ami nem baj, persze. Beszéltünk a civil, magyarországi civil erőkből is. Mehetünk tovább is egyelőre az a kérdés, hogy igazából az ellenzék felé is vihetjük az utat, hogy az ellenzéknek, amelyik szavakban nagyon kemény dolgokat mond Pakssal kapcsolatban, végtel is talán az MSZP ma is azt mondta, hogy akkor elárultuk az országot Moszkvának, körülbelül ez a szint. Képtelen ehhez a verbális szinthez arányos embere mennyiséget az utcára elvinni, vagy nem akar, tehát ez egy esetleg egy ellenzéki taktika, hogy nagyot mond, de igazából nem akarja mozgatni az embereket. Mi lehet az ellenzék stratégiája? Inkább az a nagyobb probléma, hogy úgy szavazzák meg ezt a törvényt, hogy nem készült semmi a hatástanulmány, semmit nem tudunk arról, hogy tulajdonképpen milyen. Tehát semmilyen előzetes tanulmány nem készült, és holott azt állították, hogy van, aztán ma kiderült ugye, hogy a bíróságon, hogy hát nincs ilyen, és így megszavazni 3000 milliárd forintos hitelt, úgyhogy azt se tudjuk, hogy mi lesz meg egyáltalán, csak kössük meg, mert hogy ez majd jó lesz a saját oligarcháinknak, ez szerintem nagyon nincs rendben. Egy picit hadd kanyarodjak mégiscsak vissza hozzád, hogy egyébként volt már ilyen érzés, amikor egyik pillanatra a másikra nagyon eladósodtunk, csak mondjuk akkor szerintem pont aludtunk, amikor az IMF hitelt felvettem. De nem lehet összehasonlítani, sokkal... Hát ez tehát, az sokkal rosszabb volt. Nem, annak nem volt ekkora kamata, tehát 3000-et veszünk fel, 7000 milliárdot fizetünk vissza, meg az nem 3000 milliárdról szólt. Kb. Egyforma a kamat egyébként. Tehát nincs nagy különbség, és mind a kettő a piaci alatt van, de az IMF-et azt baromi gyorsan vissza kellett fizetni, tehát ott ugye az volt a rossz, hogy Gyurcsányi felvették, Bajnai nem fizetett, és a Orbán kormány az első... És ez 3000 milliárd forintról szólt? Sokkal többről. Tehát majdnem a duplája volt, úgy emlékszem, másfélszerese volt, mint a paksi. Ráadásul működési költségre ment el. Tehát ez amikor pont, a villanyszámlát meg a gáz fizetett, de teljesen, tehát az másról szólt abból a szempontból, hogy ugye csődbe került az ország, és arra szükség volt, most hát, csődbe került, nem paks, csődbe, vagy mi történt. De mondjuk, bemegy az ember. De most beszéljünk paksról, szerinted ez rendben van, hogy anélkül, hogy hasunkra csapunk és felveszünk? Nem, beszéljünk, csak mondom, hogy ez a felvezetés, hogy milyen furcsa ez, hogy most hirtelen eladósítunk, tudom én, 23 perc múlva. De erre szerintem szükség volt rá, és azt én elismerem, hogy azért is vannak, tehát hogy vannak felelősök, azért az se volt egy jó történet. De akkor csinálják ezt ugyanazt Orbánék, mint Gyurcsányék, és akkor ehhez tapsikoljunk? Nem, természetesen. Én is azt gondolom egyébként, hogy ez egy, nem, tehát hogy miért nincs talán olyan nagy civil tiltakozás, talán azért, mert hogy pró és kontra is, itt ez egy olyan vita, ahol el tudnak hangozni pró és kontra érvek. Tehát amikor azt mondja az ellenzék, hogy nem szükséges, túl drága, nem fogja behozni azt, amit belefektetnek, ez egy felesleges beruházás, akkor a másik oldalon azt tudják mondani, hogy a mi számításaink szerint, amelyek nem olyan tizenláltak, mint ahogy kellene, mert amit mondasz, nincsenek számítások, tehát vannak számítások, csak nem a hatóság. De mi azt kiszámolták, hogy akkor... Nem készült el valóban, az tényleg nem szimpatikus. Akkor milyen számítások vannak? Ugyanakkor viszont a kormány meg azt mondja, hogy 2009-ben ez már egyszer eldöntetett, tehát ez ki lett mondva, hogy erre szükség van, meg fogja érni, most tulajdonképpen csak megtörténik a 2009-esnek a végrehajtása. Szerintem ne keverjük Paks 2-5, tehát az, hogy bővíteni kellene Paksot azzal, hogy honnan vesz fel hitelt az ország. Az a
kérdés itt, hogy ha mondjuk egy autót veszünk, akkor is a bankok ajánlatát megnézzük mondjuk három bankért, és döntünk a jobb mellett. Mindegyik... Hol volt itt verseny? De itt az összes banki ajánlat alatt vagyunk egyen. De hol volt verseny? De nem volt verseny, semmi nem volt. Kitalálták, hogy akkor Oroszországgal szerződjünk, és nem mit számoltak ki, mert mondtad, hogy voltak számítások, milyen jellegű hát számítások voltak. A kormány azt mondja, hogy ezért éri meg, és ott felsorolnak összegeket. Azt mondják, hogy körülbelül 1 milliárd euró fog a költségvetésbe befolyni ilyen-olyan-olyan címen, ugye adók, meg egyébként azok a cégek, akik részt vesznek majd a beruházásban, hogy befizetik. Ezt akartak pont kikérni ezeket a tanulmányokat, nem? És ezek nincsenek meg. És hogy 2 milliárd, hát ez nem tanulmány, hanem ez a kormánynak van egy számítása. Amit te mondasz, és azt szerintem azt jogosan kéri számon mindenki, az nincs elkészülve valóban ez a hatástanulmány, vagy legalábbis nem tudunk róla. Most ugye a bíróság azt mondta, hogy nincs ez a hatástanulmány. Volt még egy, vannak számok, és azért mondom, hogy ez nem egy ilyen egyértelmű dolog, ahol utcára lehetne vinni az embereket, mert például azt is mondja a kormány, hogy ha elindul a gazdasági fejlődés, kilábal Európa a válságból, abban a pillanatban szükség lesz, sokkal nagyobb energiafogyasztás lesz, mint most. El lehet majd adni azt az áramot, amit abban az időszakban termel majd az erőmű, amikor még a régieket nem kapcsolják le, és az új már működik. Tehát, hogyha ha mindent mérlegre tesz az ember, akkor az annyira nem fekete-fehér az a történet, mint ahogy elsőre esetleg tűnhet. Jó, tehát ha mondjuk be akarnám fejezni ezt a témát, akkor azt mondanám, hogy te sem tudod, hogy igazából miben állapodott meg a kormány, és verseny nem volt, viszont te sokkal bizakodóbb vagy, mint Babetta tekintetben, hogy a kormány jó indulatúan jár el, és jól állapodik meg. Nézzük meg szerintem a másik témánkat, a norvég alapot. Kehi vizsgálat, civil válasz. Hol tart most az ügy? Azt mondja a kormány, hogy ez közpénz, azt mondják a támadott civilek, hogy nem az, vagy nem úgy az, ahogy a kormány gondolkozik, tehát, hogy nem magyar közpénz. Azt írtátok a válasz.hu-n, ha jól emlékszem, hogy igenis közpénz, az a civilek válasza, hogy ez nem közpénz. Most akkor mi? Melyik? Közpénz, nem közpénz? Be kell számolni a kehinek? Nem kell beszámolni a kehinek? Mi a feladata a civileknek? Hát ez nem magyar közpénz, tehát át se folyik a költségvetésen. Nem nagyon értem, hogy lehet erre azt mondani, hogy ez magyar közpénz. Ez egy olyan történet számomra, ami ilyen tipikusan rossz politikai történetté vált. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy van olyan része ennek a norvég alapos történetnek, ami simán védhető a kormány szempontjából. Például? Hát például az, hogy ez a közpénz nem közpénz. Tehát ugye arra nagyon ritkán esik szó, hogy mi is ez a pénz, hogy miért keletkezik és miért érkezik Magyarországra. De nem azért, mert a norvégok annyira jó fejek, hogy minket támogatni akarnak, hanem azért, mert hogy ők részesülnek az Európai Unió működésének pozitívumaiból, tehát ugye részei az uniós gazdasági társulásnak, de nem befizetői, mert nem tagja az Európai Uniónak. De és ettől miért lesz közpénz? Azért, mert ők ezt a pénzt, és minden ország, aki még így érintett, azért nyújtják az Európai Uniós tagállamoknak, mert hogy a befizetésüket kompenzálják, ez a nem létező befizetésüket kompenzálják ezzel. Ez nagyon sok szempontból hasonlít arra a pénzre, amit az nincs Unió küld Magyarországnak. Tehát ezt a norvégok, meg az arra illetékesek, ezt ellenőrzik, ennek a felhasználását a magyar kormánynak mi köze van hozzá? Az uniós pénz is lehet közpénz, tehát van olyan állapot, amikor az uniós pénz nyilvánvaló, hogy át tudja tekinteni a magyar állam. A hivatkozás az, hogy ez a norvég alap is ilyen. Uh-huh. Igen, tehát hogy egyrészt igen. Ez valami vicces egyébként, hogy a közpénz fogalmát, ezt a kormány az ilyen nagyon sokféle alkalmazása van. Például a TAU pénzek, azok ugye nem közpénzek, a norvég pénzek azok közpénzek. Ez nagyon érdekes. De egyébként nem a kormány akarja ellenőrizni a norvég pénzeknek a áramlását, hanem azt mondja, hogy legyen egy olyan szervezet, amit mindenki elfogad. De most a civilek, ja igen, tehát hogy amit mindenki elfogad, azt szeretném. Jó, tehát akkor nézzük, hogy az a megoldása. Hát azt mondja, hogy a kormány, hogyha ez a pénz, ez tulajdonképpen egyfajta uniós szerű pénz, ez nagyon buta megfogalmazás, most írtam, nem tudom hát, jobban leírni. De igen, tehát nem véletlenül buta megfogalmazás, mert buta megfogalmazás. Igen, tehát. De ugye uniós, de azért kapjuk ezt, de nem azért kapjuk ezt a pénzt, mert Norvégia szeret minket, hanem azért, mert a norvégoknak vissza kell csorgatniuk valamit. Tehát állami pénz érkezik, és azért érkezik állami pénz, mert a norvégok meg állami pénzt kapnak tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát
ezt viszont elrontotta, nem állampénzt kapnak, hanem az unió javaiban részesülnek. Tehát azért ez nagyon közpénzszerű. Áll-e a párhuzam az uniós pénzekkel, vagy nem? A norvég pénzek esetében. És csak azért, mert a Transparency International például ma jelentette be, hogy áll a vizsgálatok elé, mások azt jelezték, hogy nem, majd a honlapjukon közlik az adatokat, de nem fogadja kejét. Például az átlátszó álláspontja az, hogy közé tesszük persze, mert hogy átláthatóan működünk, de a KEHI-vel nem működünk együtt, mert nincs joga vizsgálni a KEHI-nek. A KEHI azokat a pénzeket vizsgálhatja, ami az államháztartásban befolyik, de ez közvetlenül a norvég állam. Ez egyébként nem egy ügyes húzás a kormánytól, hogy ott van egy ilyen 40 milliárd körüli összeg, ebből 36 milliárdot elvesznek a kormánytól, mert az az állítás, hogy nem jól, nem ellenőrizhető módon költi el, van egy másik, egy sokkal kisebb, ez a 4 milliárd, gyorsan rászáll erre a kormányzat, egy politikai kommunikációt ráépít, hogy nehogy véletlenül arról legyen szó, hogy a maradék 90%-át azt állítják, hogy ő nem tudja jól elkölteni. Hát megmondom, hogy nekem pont ez a része nem tetszik. Tehát amit az elején kezdtem mondani, hogy én ebben tehát a norvég alapban származó pénzeknek a keletkezése és a Magyarországra érkezése, az szerintem az egy közérdekű dolog, és az ott lehet igenis lehet az államnak valamiféle ellenőrző funkciója, nem közvetlenül, de valamilyen kompromisszumos szervezeten keresztül. És hogy szerintem az ott lett nagyon elrontva, hogy soha nem erről beszélt az állam se, soha nem erről beszéltek a politikusok, hanem lett belőle az ügy, ami. És ez ami most van belőle, az viszont valóban nem szimpatikus. És hát valahol ezt a tipikus ilyen politikai csűrcsavart látom már megint, hogy nincs visszalépés. Tehát, hogy amikor kiderül esetleg, hogy rossz az irány, akkor sem mondják azt a politikusok, hogy oké, ezt most nem így kellett volna, vagy tévedtek. Tehát rossz az irány? Ami most kezd ebből az egészből lenni, szerintem az már nagyon rossz, mert ez senkinek sem jó. A kormánynak is csökkenti a presztízsét, a civilek küzdenek, szenvednek, a pénz nem jön. Tehát most kialakult egy olyan helyzet, ami senkinek sem jó. Meg lehetett volna úszni azzal, hogy alapvetően jól kommunikálják a történetet, és alapvetően azt mondják, hogy mi azt gondoljuk erről a norvég pénzről, hogy ez igenis hasonlít az uniós pénzekre, és próbáljunk valami hasonló ellenőrzési funkciót találni. Tamás Gáspár Miklós azt mondja, hogy ez nem így van. Nagyon pontosan, precízen a kormány azt a pénzt célozza meg, ami az igazi ellenzéki pénz, mert itt olyan tevékenység zajlik egyébként a mindenkori kormánnyal szemben, amelyik megpróbálja a kormányzati, ügyeskedést lebuktatni. Persze, ez nem szól másról, tehát hogy most itt beszélgethetünk arról, hogy a kormány szerint mi közpénz, meg mi nem közpénz, de ez arról szól, hogy a civileket megfélemlítsék a KEHI vizsgálattal, és a KEHI-t igenis politikai célokra használják fel ebben az ügyben. Szerintem ez lehet ez. Tudsz egy kicsit néha nem annyira jó indulatú lenni a kormány, hogy egy ilyen álláspontot esetleg el tudsz fogadni? Hát az előbb mondtam, hogy ez nekem se tetszik, ami most zajlik. Tehát, de kicsit másért, mert az volt az oka, hogy nem jön a pénz. Itt már azért máshol van szó. Nem, a kormány tudatosan csinálja. Nem, hogy ez senkinek sem jó. Tehát a kormánynak jó. Itt az állítás, hogy a kormánynak jó. Mert amíg nem tudom... De pont erre akartam rákérdezni, hogy ezek nagyon jók, ezek az ilyen erős kijelentések, hogy akarják félemlíteni a kormány ellenzékét. Csak akkor itt fel kéne tételesen sorolni, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek egyébként kormány ellenzékeként működnek, és norvég pénzből. A mindenkori kormányról beszélünk, tehát nem a mostani kormányról, mindenkori kormányról is miért kéne felsorolni ezeket a szervezeteket? Hát mert ez a legsúlyosabb állítás most ugye ebbe a történetbe, hogy ez semmi másra nem szól, csak a civil ellenzéknek a megsemmisítéséről. Hát ennél még kicsit ugye arról is szól. Mondjuk a kormány listázta ezeket a szervezeteket, tehát ez azért megtörtént pont a Heti Válasz Egy kicsit arról is szól, hogy a pártok, az ellenzéki pártok nem látják el a feladatukat valamilyen okból, tehát ellenzékibb ez a közeg, amelyik szemben áll a kormánnyal, mint maguk az ellenzéki pártok. Uh-huh. Hát ez elég nagy baj, nem? És ez miért baj? Hát, hogy az ellenzék nem látja a feladatát. Az jogos, az baj. Az időtől foglalkozni. Az baj. Egyébként Szigetvári Viktor azt mondta most hétvégén, hogy a pártjának a kongresszusán, hogyha kell, akkor Polt Péter is börtönbe megy, mert hogy vannak olyan ügyészek, akik miatt nem tud az ellenzék rendesen működni, vagy legalábbis máshogy működik a politika, mint hogy kellene. Ezzel egyet tudtok érteni, hogy az ellenzéki, az ügyészségi tevékenység is mondjuk gátja lehet annak, hogy mondjuk a pártok maguk, ellenzéki pártok ellássák az ellenzéki feladatukat? Hát mondjunk egy ügyet az elmúlt 5 évből, ami fideszes, és mondjuk ügyészségi
kezdeményezésre robbant ki? Gondolkozom hangosan. Hát olyan fideszes ügyét tudnám mondani, aki egyébként kegyvesztett lett a Fideszben. De... Te tudsz ilyen. És az ellen, oké, csak az, és az ellenzéki működésnek a gátja, mint volt Péter. Ja nem, ezzel én sem értek egyet, tehát hogy most könnyű egyébként az ügyészségre fogni, hogy az ellenzék nem csinál semmit, csak nem hiszem, hogy csak ez a probléma, vagy egyetlen ez a probléma. Tud-e egy olyan párt kampányolni, amelyiknek mondjuk például az MSZP-nek 2 milliárd forintnyi adósága van. Nem lehet, hogy esetleg ezek a civil szervezetek is, kell szemben is azért lép fel a kormány, hogy ne kapjanak pénzeket, inkább, hát azt nem tudom mondani, hogy adósságuk legyen, de ne legyen pénzük arra, hogy dolgozni tudjanak. Nem, azért, hogy ne legyenek nyugodtak, és így nem tudnak dolgozni. Tehát ez a cél szerintem, hogy lefoglalják ezeket a civil szervezeteket, hogy ne azzal foglalkoznak, ami egyébként a dolguk, és hát igen, azért a civil szervezetek vezetői, gondolom, hogy... És te nyugtalan vagy? Én nem vagyok ideges semmilyen. Szerintem a többiek sem. Én úgy látom, hogy jól álljátok a sarat, mint civilek, és ezzel nem, mondom, tehát félremet... Szuper, hogy meg tudjuk ezt mutatni, nagyon félremet ez a történet. Tehát alapvetően rosszul indult, mondom még akkor is, hogyha volt benne a kormány szempontjából valami igazságmag, de valamilyen nagyon rossz ízű és rossz történet lett belőle. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy most, hogyha ha mindenki tiszta ebbe az ügybe, akkor ki kell teregetni a kártyákat, és akkor lesz egy tiszta helyzet, megint a kormány oldalán fog pattogni a labda. Hát, hogyha nincsen több gondolat ezzel kapcsolatban most, akkor nem új témát választanék, hanem zárnám ezt a beszélgetést. Az idő végére értünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Folytatni fogjuk innen a nézőknek a figyelmet, most pedig következik a híradó.